Meg annyi embert elkápráztatott már hangjával, ezúttal a paksiak élvezhetik produkcióját. Miklósa Erika ugyanis július 20-án a Szent István téren ad koncertet. A művésznő Paks városá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat részeként látogat a városba. Szeretnénk méltón megünnepelni ezt a 40 évet, az elmúlt 40 évet. Én azt gondolom, hogy Miklósa Erika koncertje erre alkalmas. Alkalmas arra, hogy a Paksváros közönsége találkozzon. Hát egy igencsak szimbolikus helyen, ugye a központban, Szent István téren, az Erzsébet szálló előtt és egy szabadtéri koncert keretében ünnepeljük a várossá nyilvánítást. Így az önkormányzat természetesen csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A Paksi önkormányzat az MVM Paksi Atomerőmű ZRT és a Paks 2 Atomerőmű ZRT által támogatott program 19 órakor kezdődik. Ring István, a Kackiás Verklis hangulatteremtő muzsikával köszönti a látogatókat, 20 órakor pedig Süli János miniszter nyitja meg a rendezvényt. Ezen a napon a Szent István téren megelevenedik az 1800-as évek hangulata, ugyanis korhű viseletbe öltözött hölgyekkel és urakkal is találkozhatnak az érdeklődők. Dr. Váradéné Péter Féb Zsuzsanna, a múzeum igazgató asszonya, 8 pár 1860-as években lévő ruhákba fog korzózni majd a Szent István téren. Ez ad egy kellő hangulatot, és meglepetésként szeretnénk azt, hogyha a művésznő is beöltözne egy ruhába és elvegyülne a közönség között. Az első 200 látogatót meglepetés ajándékokkal jutalmazzák. Az Erzsébet nagyszálló készül egy 200 pohárból álló különleges fogadódrink itallal. Akik ugye az elsők lesznek, azok megkapják ezt az italt. A vendégeknek viszont Franz Peter Schubertnek az Ave Maria pergament papíron nagyon díszes kiadásba szépen átkötve 200 vendégnek át lesz nyújtva ajándékként. Süli János köszöntője után meglepetés program következik, majd a koloratúr szoprán operaénekesnő 21 órakor lép színpadra. A program, amelyre minden érdeklődőt várnak, tűzi játékkal zárul. A rendezvény területén 18 órától forgalomkorlátozás lép érvénybe, a közlekedőket biztonsági személyzet fogja segíteni. A forgalmi rendről részletesen a telepaks.net-en és a Facebook oldalunkon tájékozódhatnak.